Anjam Chaudhary-t a radikális iszlám arcának hívják Nagy-Britanniában. Rendszeresen vezet tüntetéseket az iszlám saria bevezetéséért. A CBN először 2010-ben készített vele interjút, amikor a brit kormány betiltotta Sariát Angliában elnevezésű csoportját. Újra Angliába látogatva azt tapasztaltuk, hogy a tiltás nem állította meg tananyainak terjesztésében, miszerint mindenütt az iszlámnak kell uralkodnia. Tehát ön szerint az Egyesült Államok, Anglia és egész Európa a saria által uralt muzulmán állammá válik? Igen, ez elkerülhetetlen. 100%-osan meg vagyok győződve arról, hogy egy nap Amerikában és Angliában is bevezetik a sariát. A kérdés csupán az, hogy mikor és hogyan kivitelezik. Nem is kendőzi, mivel járna egy saria által szabályozott társadalomban élni. Ha félsz, hogy levágják a kezedet, ne lopj. Ha nem akarod, hogy halálra kövezzenek, ne törj házasságot. Nekem úgy tűnik, hogy az emberek gyakran csak a vallási jelképeket akarják elfogadni, de a büntetést nem. Chaudhary jövőképe több nyugati muzulmánt is megihletett. A sariát Angliában szervezett mintájára már létrejöttek más nyugati csoportok is, így a sariát Hollandiában, sariát Belgiumban és a New Yorki központa megalakult a sariát Amerikának is. Meséljen többet a sariát Amerikának szervezetről. A Sariát Amerikának projektet azzal a céllal hoztuk létre, hogy alternatívát nyújtsunk az amerikai életvitellel, szabadsággal és demokráciával szemben. Nem ez az egyedüli kalifátust és sariát követelő szervezet Amerikában. Üzenetét az elmúlt években már egy chicagói szervezet, a Hizbut Tahrir Amerika nevű csoport is hangoztatja. Amerika vereséget fog szenvedni, mind belföldön, mind katonailag, és nem tud majd hozzáférni a nyersanyagaihoz. Ez a recesszió pedig elvezet a teljes bukásig. Brit katonák elleni dzsihádista merényletek melletti nyílt kiállása miatt Chaudhary csoportját szemmel tartja a brit titkosszolgálat. Több követőjét letartóztatták terrorizmus vádjával, jó lehet Chaudhary szerint csoportja elutasítja az erőszakot egyelőre. Anglia Isten ellensége! Háborúban áll Allahkal és az ő prófétájával, mivel nem tartja be az ő törvényét és sérti a szentségét. De még nem megengedett nekünk, hogy harcoljunk ellenük. Tehát most még nem, később az lesz. Nézze, mi nem vagyunk keresztények. Ha maga engem jobbról arcul üt, én nem tartom oda a másik arcomat is, hanem megvédem magam. Ha megtámadnak, jogunk van megvédeni magunkat. Tegyük fel, hogy ők nem támadnak. De ön azt mondja, hogy növekszik a számuk Angliában, és a muzulmánok többségbe fognak kerülni. Akkor lesz szokuk támadó dzsihádot indítani? Ha van elég erőnk és hatalmunk, akkor nekünk, muzulmánoknak kötelességünk elvenni az emberektől a hatalmat, és bevezetni a sariát. Chaudhary-t nagyon bátorítja, hogy az úgynevezett arab tavasz eredményeként iszlamista kormányok kerülnek hatalomra. Úgy látja, ez fő céljának a globális kalifátus megalakításának előjele. Eric Stackelbeck, CBN News, London.